Talán sikerült egy kicsit kozmetikázni, ha nem is megszépíteni, a rosszul sikerült idényen a bátaszéki focistáknak. Azzal, hogy egymás után már sokadszor biztosította a helyét a csapat a Magyar Kupa országos főtábláján. Vagyis egyike annak a maximum két Tolna megyei csapatnak, amely a megyei első, illetve másodosztály csapatai alkotta mezőnyből, kiharcolta az országos indulást a Magyar Kupa soron következő idényében. Ehhez a Gerjent kellett legyőzni az elmúlt hét közepén, pontosabban egy Gerjen B-t vagy Gerjen 2-t hazai környezetbe. Történt ugyanis, hogy a megye újdonsült bajnoka éppen az MB3-as osztályozóra készült, és Buzás Attila 4-5 kulcsjátékosát pihentette bátaszéken. Ez a játék képében sokáig nem képeződött le, már az első percben gólt tudtak szerezni a vendégek, és az első félidő utolsó percében egyenlítette a kékmezes bátaszék. Az alapos öltözőbeli fejmosás után azért összeszedte magát a Faller és Tóth Tamás nélkül gyengébb hazai bátaszéki együttes. Fölénybe kerülve ki is dolgoztak góllal kecsegtető helyzeteket a hazaiak, de ezeket egytől egyig elpuskázták. Nem tudni, mi lett volna a végeredmény, ha nincs a pályán az a Deli Dániel, aki akciókból és 11-esből is betalált, vagyis mesterhármast ért el. A Németországból hazatérő egykori szekszárdi UFC topjátékosnak, vagyis Deli Daninak volt elsősorban köszönhető ez a siker, aki úgy tűnik bátaszéken fejezheti be eredményekben gazdag pályafutását. Egyelőre nem zárom ki, de ami biztos, hogy most már a megye egybe szeretném befejezni, leginkább itt Tolna megyébe. Talán bízok abban, hogy jövőre nem 9 csapat, hanem egy 10-12 leginkább be tud indulni az első osztályba, aztán meglátjuk mi lesz. A másik ágon a Bonyhát vívta ki a Tamási ellenében, ráadásul idegenben a főtáblára jutást Tolna megyéből, a megyei első osztályból a Magyar Kupában.